Tök jó elpetelt a férfelvétel időm, ez megint hosszú videó lesz. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó május. A májusi a szegzésem lesz. Sose tudom, milyen hónap van, vagy milyen hónapot kéne épp összegeznem, mert elcsúszok mindig. Na mindegy, szóval igen, mivel eltelt már a május is, ami azért rossz, mert még mindig majd megfagyok itthon is, még mindig kb. A téli ruháimat hordom, de semmi baj, ez normális. Na, mielőtt rátérnék konkrétan az összegzésre, egy ilyen kis mellék megjegyzés. Nem tudom, hogy ismeri-e valaki, nemrég indult ez a novella.hu nevezetű honlap, ami gyakorlatilag egy ilyen előfizetéses honlap, ahova magyar szerzők publikálhatnak írásokat, és úgy előfizetéses, hogy azok, aki azokat szeretné olvasni, az elő tud fizetni. És igazából az ennek az egésznek a különlegessége, hogy azokat a szerzőket tudod az előfizetési díjadból támogatni, akiket akarsz. Na most erre én is felregisztráltam, hogy olyan kis mellék dolgokat, amiket amúgy a könyveimben nem tettem bele, itt a fejem fölött pont látszódik, azokat oda tudjam publikálni, szóval hogyha valakit ez esetleg érdekelne, akkor találtok egy linket a leírásban hozzá, és hogyha azon a linken keresztül regisztráltak, akkor azzal engem is támogattak. Ennyi, ez volt a zárójeles megjegyzés, ha valakit esetleg ez érdekelne, van nagyon sok szerző, meg nagyon sok írás. Érdemes lehet megnézni. És akkor összegzünk. Szóval, ahhoz képest, hogy így vizsgai időszak elkezdődött meg ilyenek májusban, már megint nagyon sok könyvet olvastam ki, de a darabszám meg az oldalszám nem ugyanaz. Nagyon sok rövid, illetve mesekönyv volt ebben a 13 könyvben, azt hiszem, amit olvastam. Első könyv, egy relatíve régi tartozásom, inkább azért, mert BookTube könyvklub hobby közös könyv volt, és ezt is akartam volna olvasni, de nem fért volna bele a januáromba. Viszont most május elején kedvet kaptam hozzá, ez pedig nem más, mint Lori Gottliebtől az Akarsz beszélni róla, ezt egyébként a 21. század kiadótól kaptam, amit ezúton is nagyon szépen köszönök. Azért halogattam eddig ezt a könyvet, mert apa nagyon sokat sóhajtozott rajta. És már rá kellett volna jönnöm, hogy ez nem feltétlen fog mindig bejönni. Tehát, hogy nekem egyáltalán nem volt egy sóhajtozós könyv. Én megértem apának, mert nem tetszett, de erről majd beszélünk, hamarosan úgyis. Mindegy, a lényeg, hogy igazából nekem ez a könyv tetszett. Gyakorlatilag a történet az, hogy Lori Gottlieb, a szerzőnő elmeséli néhány páciensének a történetét, meg a saját történetét, mert hogy a pszichológus is jár pszichológushoz, mint kiderült. Mint látható, azért valamit adott nekem ez a könyv, tehát hogy ezeket a cetliket itt lehet benne látni, ezek mind olyan kis gondolatok, amiket így kijelöltem magamnak, hogyha valaha hasonló helyzetben érezném magamat, vagy magam alatt érezném magamat, ez jó sok szóismétlés volt, engedjük el, akkor fel tudom itt lapozni ezt a könyvet. Egyébként csak hogy valakinek szívrohamot okozzak, az ilyeneket úgy szoktam, hogy alá is húzom a könyvben, tehát nem erősen, de ceruzával alá vannak húzva a dolgok egy oldalon belül, amik fontosak, és így emelem ki őket. Szentségtörés, tudom. Amit én mondtam ezzel a könyvvel kapcsolatban, hogy nekem ez egy évvel ezelőtt nagyon sokat segített volna. Mert egy évvel ezelőtt egy ilyen könyv lett volna pont az, ami így segít át felülkerekedni egy olyan helyzeten, amiben voltam, viszont így, hogy egy évvel később vagyok, tehát nem tavaly ilyenkor ülök itt, hanem most, és most olvastam ezt a könyvet, így nagyon sok dolog, amiről így beszélt, meg amit így mondott, az olyan volt, amit már így nagyjából elértem magamban ilyen szinten. Tehát, hogy miért megy az ember pszichológushoz, hogy így rávilágítson néhány problémára, amit akár az ember magának kell megoldjon. Na most én ezt így gyakorlatilag megcsináltam magamnak, és így nem azt mondom, hogy ilyen egyértelmű dolgok voltak a könyvben, csak hogy így nem voltak annyira újszerűek, meg nem úgy néztem rájuk, hogy ez micsoda újdonság, hanem így nagyjából ezeket már tudtam. Ettől függetlenül szerintem, hogyha valaki nehézségekkel küzd, akkor azért lehet ez a könyv úgy jobb, mert egy sztorin keresztül, tehát van végül is egy sztori, még akkor is, hogyha ez egy igaz sztori, tehát igaz történetek alapján van, és akkor van ez a történet, ami kevésbé azt érezteti az emberre, hogy most az agyában turkálnak és egy pszichológiai könyvet olvas, hanem inkább egy történetet olvas, ami
pszichológiáról szól, és ilyen olyan dolgokról. Szóval szerintem teljesen jó volt. Így is jó volt, hogy már nincsenek olyan problémáim, amik voltak egy évvel ezelőtt, de valószínűleg úgy még jobb lett volna, hogyha éppen küzdök valamivel, most éppen tök jó időszakom van, amit nem szeretnék eldobni, és nem is sajnálom, úgyhogy igen. Májusban végre befejeztem a 39 kulcs sorozatot, hátra volt még a 8., a 9., a 10. és a 11. részt, mert ezt én lepörgettem májusban. Összességében ez a sorozat végül is jó volt, de egy-két rész döcögött nekem, voltak ilyen hullámzások, de a végére igazából tetszett, hogy a karaktereknek így lettek érzelmi fejlődéseik, amit tök jól állt nekik, csak nem volt minden kötetben ez így jelen. Kerek lett, le lett zárva a történet. Voltak benne fordulatok, amiket nem is láttam előre, úgyhogy teljesen jó volt. És volt az az utolsó 11. rész, amiről azt kell tudni, hogy az igazából 4 rövidebb történet, több író írta, na az volt az, amit Rick Riordan is írt, az első sztorit benne. És mivel elolvastam, megvan a Rick Riordan plecsnél. Úgyhogy minden életcélomat elértem most már, úgyhogy nagyon happy vagyok ettől, hogy ott figyel a profilomon majd a kis Rick Riordan plecsnim. Nem tudom hány éve ezért küzdöttem. Igazából a 39 kulcsnak van folytatása. Tehát ez volt a 39 kulcs sorozat, és van nem tudom 5 vagy 6 spin-off sorozata. Eleve ugye az utolsó rész, ez a 11. a Veszperek támadása, a feltámadása, valami ilyesmi a magyar címe. Ez bevezeti a következő sorozatot, mert hogy van ez a rivális család, a Veszperek, de annyira nem volt jó a 39 kulcs sorozat, hogy még nem tudom, 40 részt elolvassak belőle, úgyhogy én ezt itt most így félbe hagyom. Amúgy is a Veszperes rész az már megint egy másik rejtére, meg más dolgokra koncentrál engem, meg az érdekelt eredetileg, hogy na mi az a 39 kulcs, és mit lehet vele csinálni. Úgyhogy igen. Olvastam itt 3 mesekönyvet a hónapban. Az egyik Dobó Dorottyától a Zapumai Kóbor villamos volt. Ezt és a következő 2 is a Napkút kiadótól kaptam, amit szintén nagyon szépen köszönök. Ezt így összeizetem. Nem mindegy. Ezek ugye mesekönyvek, de itt mutatom, itt van a másik 2, mindjárt ezekre is rátérek. Ez a Zapumai Kóbor villamos gyakorlatilag az, amit a címe sugal, egy villamos elindul így magától, és 2 gyerek is rajta lesz, és hát gyakorlatilag 2 szállonfutás sztori, az egyik a gyerekek a villamoson, a másik a város, akik próbálják megállítani és megtalálni ezt az elveszett villamost, és azt hiszem úgy volt jelölve, hogy ez egy krimi, gyakorlatilag tényleg az, mert van benne egy nyomozás, érdekes volt és aranyos is volt, és voltak benne még kis illusztrációk is, amiknek tökre tetszett a stílusa, mindjárt mutatom, ha megtalálom őket. Pont most nem fogok egyébként. Jaj, itt ilyet kerestem. Ja, van benne ilyen kis ilyen előzék is. Tök jól néz ki. És hát ugye mesekönyv, szóval elég gyorsan ki lehet olvasni. De tényleg érdekes volt, meg aranyos, úgyhogy. Ez volt az első. Aztán volt itt Aitül Akaltól a Léggömbök a magasban. Ez egy novellás kötet gyerekeknek, ugye szintén gyerekkönyv. Ilyen mindennapi helyzetek gyerekszemszögből kb. És erről lesz egy Barangolás Európában rész, mert ez egy török szerzős könyv, úgyhogy erről most ennyit fogok beszélni, majd a hónapban egyszer csak érkezik hozzá a Barangolás Európában. Már felvettem, csak az összegzés előbb fog kimenni. Szintén török mesekönyv, ez Nur Icözü. Mi Icözü? Hát igen, azt hiszem talán ezt is így kell mondani, de nem vagyok benne biztos. Ez pedig Csingisz kalandjai a nappal. Ez is egy nagyon aranyos kis mesekönyv volt, ilyen rövidebb epizódokból állt gyakorlatilag, nem volt szerintem annyira összefüggő a történet. A lényeg az, hogy van ez a szereplőnk Csingisz, és összebarátkozik a nappal. Ami egy tök aranyos koncepció volt, és nagyon tetszett, és így minden epizódban tanulunk valamit így mindenféléről. Egy csomó téma felmerül egyébként benne, ami tök jó volt. Főleg a végén volt egy olyan téma, amitől meg is lepődtem, hogy ott volt benne, mondom, wow! Főleg, hogy ennek az eredetie 2002-es. Tehát, hogy egy viszonylag régi mesekönyvnek a fordítása ez. Ez egyébként már 2020-as ez a kiadás, ez a fordítás. És így meglepődtem, amikor olyan téma is belekerült, és így mondom, oké, ezt odaadnám egy gyereknek, mert hogy azért burkoltan ott vannak benne a dolgok, de tényleg mindenről, barátságról, meg ilyen olyan dolgokról. De elhúzom tovább, mert
ezt meg egy barangolás Ázsiában résznek akarom, mert hogy Törökország ilyen Ázsiában, meg Európában is sorolható, és akkor gondoltam, akkor legyen mindkettőhöz külön rész, mert elindítom az Ázsiát is. Ahhoz is már vettem fel videót. Majd az is kimegy. Na, hát a következő, nem volt egy túl jó olvasási, minden. Mindegy, ez Helen Hongtól volt, A szerelem egyenlete. Nem gyakran olvasok erotikus könyvet, ez egy erotikus könyv volt. Na most én megfigyeltem, hogy az ilyen könyvek annyira egy kaptafára készülnek, hogyha csak a neveket kicseréljük, ugyanaz a sztori marad. Ezt képest ez nem volt annyira jó, mint az a másik, ez a Barátnak tartalak, ez sokkal jobb volt attól. Vagy nem tudom, most valami nagyon nem feküdt. Ezzel a történettel a legfőbb problémám mi is volt? Hát ez, ami az ilyen sztorikkal lenni szokott, ez a szándékosan nem tisztázzuk a dolgokat és nem kommunikálunk, hogy csak azért is legyen még 300 oldal dráma a történetben. És amikor ez így egyszer megtörténik, akkor azt mondom, hogy jó, egyszer elfogadom. Kétszer, jó, haladjunk, hát ha végre beszélgetnek, és amikor ez így folyamat történik, akkor én kiakadok, és kockásra kaparom magam, és ezért nem feküdt ez a könyv. Pedig amúgy tök jó esélyekkel álltam neki, mint hogy kicsit nem hétköznapi karakterek vannak benne, mint hogy a főszereplő Asperger-szindrómás, a másik főszereplő meg etnikailag vegyes, tehát azt hiszem félig svéd és félig vietnámi. Szóval ez itt tök jónak nézett ki. Oké, sztori meg a jeleneteket azt hagyjuk, az nekem mindig olyan volt, hogy igazából nem arra vagyok kíváncsi, mit csinálnak állószobában, hanem hogy jutunk el a végére, hogy rájönnek, hogy oké, ti szerelmesek vagytok, csináljátok végre. És hát egyrészt nagyon gyorsan összejött, amiről úgy volt, hogy nem fog gyorsan összejönni, mert a csajnak az nem megy, mert hogy Asperger-szindrómás és ilyen-olyan problémái vannak így ezzel, de aztán ahhoz képest 50 oldal után már teljesen benne voltak a dolgokban. És ez a, amikor a könyv legelején mindenki tudja, hogy szerelmes a másikba, és még van 300 oldal, te meg így ülsz, hogy... És mindkét szereplő ez a, jaj, de hát biztos nem szeret. A másik szereplő meg, sose lenne esélyem nála, és az olvasó meg, aki két szemszögből olvassa a történetet, az így ül, és így... Beszéljetek már, az Isten áldjon meg, komolyan! Ha van valami, mitől farmászok, az ez. És a fele ennyi ilyen lett volna ebben a könyvben, sokkal jobb lett volna az értékelésem róla, így nagyon nem tudtam értékelni ezt a könyvet, úgyhogy nem. Igen, de legalább akciós volt. Minden rosszban van valami jó. A következő könyvről megint nem fogok annyira sokat beszélni, mert egyrészt BookTube könyvklub havi könyv is, csak még nem volt meg róla a kibeszélünk. Ez majd június 11-én lesz talán. Másrészt erről szintén van barangolás Ázsiában fölvéve, úgyhogy majd az lesz róla. Ez Hong Kongtól volt, a nemes teremtmények. Hong Kong ugye dél-koreai szerző, és ugye az volt a havi témánk, hogy barangolás Ázsiában. Na most, mivel ezt elolvastam, elindítottam hozzá a videó sorozatomat. Hát ez egy történelmi regény és valós események alapján van megírva, és elég brutális események alapján, úgyhogy elég brutál könyv volt. És nehezen nem észhető. Az egyetlen problémám, amiről majd fogok is még beszélni, az a stílus volt, ami nagyon nem jött be. Az írói stílus nagyon nem feküdt nekem, és ezért sajnos nem azért lehúztam a könyvet, mert nyilván most, ami benne van, azt nem tudom lehúzni, csak azt, ahogyan meg volt írva, az nekem nem jött át, így nem jött át. Ezt most így el kell fogadni. De majd még lesz róla szó. És, hogy ne hagyjam ki a felsorolásból, mert hajlamos vagyok ilyenkor, amikor nincs meg a könyv még fizikaiba. Szóval a Kolibri kiadó jó voltából, amit nagyon-nagyon szépen köszönök még egyszer, szóval az a helyzet, hogy június 4-én fog kijönni a Nevermore sorozatnak a harmadik része, a Come for Core. Morrigan Crow nagy dobása talán az a címe. Nem vettem le, de itt... nem látjátok, mindegy, ott van a legfelső polcon a két első, az első és a második részem a Morrigan Crow Nevermore sorozatból, amiket tavaly olvastam, és igazából nekem nagyon tetszett ez a könyv, ilyen nem azt mondom, hogy Harry Potter, ez csak olyan Harry Potter szerű élményt nyújt az embernek, de tényleg semmi köze a Harry Potterhez, tehát csak így a
a körülményeket körülbelül úgy kell elképzelni, mint Harry Pottert, vagy így az élményt, nem tudom, valahogy így próbálom ezt elmagyarázni. És most fog megjelenni a harmadik része, amit én megkaptam előolvasásra elektronikus formában, és el is olvastam nagyon gyorsan, pedig egy elég masszív kötetről lesz szó. És azért sietek most ennek az összegzésnek a felvételével is, hogy ki tudjam tenni ezt a videót még a megjelenés előtt. Szóval a Camphor korban gyakorlatilag folytatódik a történet, és ott folytatjuk, hogy valami rejtélyes vírus üti fel a fejét. Igen. Ami megtámadja a csodállatokat, és így kiforgatja őket önmagukból, és ezáltal vadállatokká válnak. És ez kb. Így a fő koncepció. Próbálok nem nagyon spoilerezni a kötetről, de nagyon jó volt. Fülszövegen kívül más nem akarok mondani, de nagyon jó volt. Le is írtam a molyos értékelésembe, hogy 500 nem tudom hány oldal, de valami 2 vagy 3 nap alatt simán kipörgettem, de hogy így egész nap olvasva, amit azért régen csináltam már, hogy így tényleg leültem és csak olvastam, és semmi más nem tudtam csinálni, csak olvasni. Hát és spoiler nélkül most így nagyon tetszett, ami történt ebben a könyvben. Tudom, hogy a második részben kicsit fura volt nekem, hogy így mindenki bunkó meg rosszul viselkedett Morrigannel, és ez már ebben a könyvben tökre átváltozott, és végre történtek dolgok, és olyan jó volt, és továbbra is Jupiter North a világ egyik legjobb nevelő apukája, imádom. Ráadásul a fő gonoszunk Ezra Squall. Én nem tudom belőle mi lesz, de nagyon érdekel, mert ha már izé, például itt vagy ugye hasonlítottam Harry Potterhez, tehát hogyha Voldemortnál maradunk, Voldemort gonosz karakter, oké, okay. De Ezra Squallban van valami. Itt még lesz valami én érzem, és nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mi lesz, mert ő nem ez a tipikus gonosz, akivel általában találkozik az ember, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, mi lesz itt. És így ennyit mondok, jó? Ennyit mondok, itt befejezem. Igen. Úgyhogy majd anyáiknak is, vagy hát anya is olvasta már a Nevermore-okat, és ő is, így ahogy mondtam, neki már várja, hogy elolvashassa, csak ő nem elkönyvezik, úgyhogy igen, nagyon jó lesz. Szóval, hogyha valaki már olvasta a Nevermore-t, vagy tervezi, tegye meg. Főleg, hogyha szereti a gyerekkönyveket, és vagy az ilyen Harry Potter kaliberű történeteket. Most ebben nem varázslás van, meg nem varázslóiskola, de nagyon jó. Szeretem. Nagyon. Csak most várni kell a következő részre, ami még angolul se jelent meg, és ez a legnagyobb probléma. Hú, oké, azt hiszem a következő az nem más, mint a Red, White and Royal Blue. Bizony, elolvastam a Red, White and Royal Blue-t. Sokáig halogattam, mert túl sok volt a hype, és ez mindig veszélyes. Igazából nem azt mondom, hogy csalódtam, de nem tartottam egy akkora hű, de nagy eldobom az agyamat tőle könyvnek. A Simon Ian ránt sokkal több rajongást éreztem, mikor olvastam. A Vörös, Fehér és Királykék magyar címén. Jó volt. Egy tündérmese, rengeteg cukormázzal. Tehát egy ilyen a való életben nem történik, de ez a könyv szerintem nem is akart valósághű lenni a legtöbbször. Jó volt, nekem kicsit hosszú volt, tehát volt egyszer-kétszer olyan érzésem, hogy ezt lehetett volna rövidíteni egy-két helyen, illetve én ezt nem tudtam, hogy ez erotikus. És a hónapban már olvastam egy erotikus könyvet, ami így pont elég volt nekem most a következő hónapokra, és aztán jött ez a Red, White and Royal Blue, és hát ez is eléggé tele volt olyan dolgokkal, amikre nem voltam kíváncsi. Bármint itt cuki volt a romantika, meg minden, csak hát hangos könyvben kicsit, hát hogy is mondjam. Alapból se szeretem az erotikus jeleneteket olvasni, mert kicsit olyan kényelmetlenül érzem magam, hogy én imádom a karaktereket, meg minden, csak én rájuk bízom, hogy mit csinálnak a hálószobában, én azt nem akarom külön látni, meg átélni. Meg ilyenek, ha ezt így valaki átérzi. Vagyis hogy valaki ért, hogy így miről beszélek, mert hogy én így nem, tényleg nem szeretek erotikus részeket olvasni.
vagy hát így röviden elmegynek az ilyen dolgok. Ez a három mondatban megemlítjük, hogy mi történt, meg megtörtént, és akkor nekem az bőven elég. A 3-4 oldalas részletezés az már nekem nem kell tényleg. Azt ki lehet hagyni az én verzióimból, mert én örülök, hogy ők jól vannak, ők jól érzik magukat, csak nekem ne kelljen azt részletesen elolvasnom meg. Ilyenek. És amikor így buszon hallgatom a hangos könyvet, az így ilyen. Külön élmény. Na mindegy, úgyhogy én arra nem voltam felkészülve. Nem azt mondom, hogy bajom volt vele, csak néha sok volt. Úgy kicsit indokolatlanul, vagy nem is tudom. Meg amikor ilyen erotikus jelenetek vannak a könyvekben, és a B betűs szót használják folyamat, vagy hát angolul az F betűset, az nekem annyira kiöli a hangulatot, hogy valami hihetetlen. Na mindegy, ez ilyen egyéni dolog. Szóval igen, amúgy teljesen jó volt, aranyos volt, csak senki ne gondolja azt szerintem, hogy ez a való életben megtörténhet, mert hát ennyi hitem nincs az emberiségben, hogy azt mondjam, hogy ez bizony megtörténhet a valóságban, mert nem. És nem is amiatt, ami így a fő sztoriszál, hanem a vége miatt. Biztos, hogy nem. Tehát, hogy ez a társadalom, ez még nem tartott. És az utolsó könyv, amit szintén ebben a hónapban kiolvastam, és befejeztem, és meg tudom mutatni, az a Csütörtöki Nyomozóklub Richard Osmantől. Igazából ez a nővérem kötete, és ugyanúgy jártam volna majdnem vele, mint a David Attenborough könyve, de nem, mert ezt most anya olvas, és itthon van. Ezt a könyvet nagyon sok helyen lehetett látni mostanában, pont ezért keltette fel a mi érdeklődésünket is. Ez egy krimi, aminek az a különlegessége, hogy nyugdíjasok vannak benne. Na most én körülbelül ennyit tudtam erről a könyvről, hogy krimi és nyugdíjasok nyomoznak. És tökéletes lett volna, ha tényleg ez is történik. Majdnem ez történik benne, de vannak nem csak nyugdíjasok benne, ami miatt nekem nagyon szaggatott volt a történet, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Rövid fejezetekkel dolgozik, amit én alapból szeretek, csak nagyon sok szempontból csinálta ezt, és nem mindig a nyugdíjasokéból, ami kicsit ilyen csalódás volt, úgymond. Döcögve is indultam vele, főleg amiatt, hogy rövidek voltak a fejezetek, és először nem tudtam nagyobb lélegzetvételekben olvasni, ami miatt teljesen elvesztett a sztori. Végre viszonylag jó lett, nem hétköznapi befejezése van, de mindegy, arról nem beszélek külön, de sokkal jobban elvesztem volna, tényleg végig csak a nyugdíjas néniket követjük. Bedesz nyugdíjasok, ez azért egy nagyon jó húzás volt, de a nagyon sok hype meg reklám meg ilyen-olyan miatt így kicsit azt vártam ettől a könyvből, hogy valamit így ütni fog, tehát így pofán csap. Ami nem történt meg, tehát hogy ha engem megkérdeztek, ez egy ugyanolyan krimi, mint az összes többi, amit eddig olvastam. Nincs benne semmi plusz, tényleg ennyi, hogy nyugdíjasok is vannak benne, és a nyugdíjasok is nyomoznak. És amúgy tök jó karakterek voltak a nyugdíjasok benne, de az idősebb karakterek, de ennyi. Nem éreztem semmi extrát benne. Ami valószínűleg tényleg ez a hype miatt van. Mert amikor egy könyvet nagyon sok helyen lát az ember, és nagyon sokan mondják, hogy ezt olvasd el, ezt jó lesz, meg ilyen-olyan, akkor az ember egy azt várja, hogy fog valami extra élményt kapni. Aztán olvassa a könyvet, és kiderül, hogy ugyanolyan, mint az összes többi. De ez így nagyon, nem ugyanolyan, mint az összes többi, csak hogy nem volt semmi, ami tényleg ütött volna benne. Ezt akartam mondani. Én ezeket a könyveket olvastam ki májusban, kommentben pedig írjátok meg, hogy ti milyen könyveket olvastatok ki a hónapban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogy tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!